felkészülési időszakot nehezítik a kisebb sérülések. Ezek a játékosok külön edzéssel készülnek a mérkőzésekre. A többiek kemény alapozáson mennek keresztül, sok futással, funkcionális edzéssel tarkítva. Azért a labda is előkerül az edzések végén, így biztosította jó hangulat is. Én azt gondolom, hogy a csapat több mint 100%-a teljesítette az elvárásokat, hiszen mint újonc együttes nekünk megmaradási céljaink voltak, és azt gondoltuk, hogy talán a középmezőny aljára oda tudunk majd érni. Néhány meccsen kimondta jól játszottak, szorosba tudtunk egy gólos győzelmet is aratni, de szomorúságunkra ugyanígy vesztettünk is, de azt hiszem ez benne van a játékban. Tehát úgy összességében az őszt értékelve én azt hiszem, hogy túl teljesítette a csapata az elvárásokat. Bár az idő múltával egyre jobban összekovácsolódott az együttes, és ennek is köszönhető, és a jó szakmai munkának természetesen, hogy a csapat végül is a 6. helyen végzett az őszi szezonban. Január 3-án kezdtük a felkészülést. Sajnos minket sem kímélt az influenza járvány, nagyon sok volt a betegünk. Ugye van egy komoly sérültünk is a Völker személyébe. Eddig 3 mérkőzést játszottunk, 3 felkészülési mérkőzést játszottunk, ebből 2 nagyon sok volt a hiányzónk. Ugyanakkor öröm az örömbe, hogy így kaptak lehetőséget a fiatal játékosok is, hogy mutassák meg, hogy végülis mit tudnak és vitézkedhessenek a pályán. A Fradi ellen idegenbe egy góla nyertünk, egy nagyon jó Ferencváros ellen, aki vastagon vezeti az NB1-be keleti csoportját és készül az NB1-re. Ott egy közepes kapus teljesítménnyel, sok hiányzóval, a parondó remek teljesítményével tudtunk nyerni. A Tatabánya ellen még foghiasabbak voltunk, hiszen a B válogatottban lévő 3 játékosunk betegen jött meg, jött vissza a csapathoz, plusz a Tamási Zsolt is megsérült, úgyhogy foghiasan játszottunk a Tatabányával. Egy aránylag jó küzdelmes mérkőzést. Na, itt a fiatalok kaptak már lehetőséget, és nagy örömünkre egyébként egész jó teljesítmény nyújtottak. Kikaptunk aztán 3 vagy 4 gólat, de jelentőség az eredménynek nem volt. Amikor igazán össze tudott állni a csapat, ez a mostani füredi mérkőzés volt, ahol komplettek voltunk, de ugyanígy komplett volt a Füred is. És egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, sok jó teljesítménnyel, szorosba kikaptunk 2-vel, de hát egy edzőmérkőzésben ez belefér. Ha hozzáteszem, hogy a Füred az ország 4. legjobb csapata az ilyen megítélésem szerint, akkor ez egy egész jó eredmény volt. A csapat keményen edz, nagyon készülnek a tavaszi bajnokságra. Szeretnék tartani a kiugróan jó formájukat. Azt hiszem, hogy a talajon kell járnunk. Tehát a szegedi mérkőzés, azt várjuk a csapattól, hogy tisztességesen helytálljon, tisztességesen játszon, keményen védekezzen is, ami belefér. De én azt hiszem, hogy véremes reményeink Szegeden nem lehetnek, hiszen itt is majdnem 20 góla megvertek minket, egy más kategória az országban, az ország kézlabdázásában a szegedi csapat. Egerbe nagyon jó lenne nyerni, utána olyan 3 mérkőzés következik, amit ha asszolválni tudunk, akkor nagyon jó reményeink lehetnek arra, hogy a középcsoport nem is akármelyik helyén esetleg ott végezhessünk. A Gyöngyöst itthon nagyon szeretnénk megverni, mivel ott csak 2 góla kaptunk, én azt gondolom, hogy a mi csapatunk most jobb. És utána a Mezőköves, tehát jönnek azok a mérkőzések, amelyek szerintem nyerhetünk. Nem módosítunk célokat, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem kéne módosítani célokat. Ez a csapat játékos állományát tekintve, szakmai felkészültségét tekintve alkalmas arra, hogy a közép mezőnybe végezzen. Ehhez kell egy kis szerencse, nyilván kellenek a szoros mérkőzéseken begyűjtött pontok, és ha idegenből tudunk elhozni pontokat, akkor én azt hiszem, hogy jó reményünk van arra, hogy jó szerepeljünk tavasszal is. Az első mérkőzést február 7-én a PIK Szeged otthonában vívják a fiúk. A hazai közönség február 25-én Gyöngyös ellen szurkolhat a csapatnak.
Thank you.
Hello.